A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem Kis Dávid Renáta, a mennyasszony egyik barátnője, és hogy miért mondom ezt, tehát bele a közepébe. Reni, miért mondtam ezt, hogy a mennyasszony egyik barátnője van? Köszöntöm a nézőket. Gondolom azért, feltételezem, mert hogy elindult a tévén egy új műsorunk, ami a mennyasszony barátnője címet viseli. Gondolom ezért kérdezted. Igen, hát és a mai vendégünk ugye, aki nem ismernék is, Dávid Renátát, ő egy szerkesztő, riporter, műsorvezető itt a Fehérvár Televíziónál. És akkor térjünk ki, is, térjünk ki egy kicsit erre a műsorra. Honnan jött az ötlet, és hol tart most ez a műsor? Befejeztétek-e már a forgatást? Milyen élményeid vannak? Mikor láthatják a nézők? Január elején kezdődtek a forgatások, és egy olyan apropóból, hogy... Az a hölgy, aki segítette a munkánkat, a TV munkáját és az én munkámat, ő egy fehérvári ceremónia mester, és a Kovács Kata, a név szerint, és neki nemrég volt a közösségi oldalán egy olyan posztja, ahol nagy pocakkal egy ilyen emléket megosztott, nagy pocakkal áll már, azt már pontosan nem tudom milyen környezetben, de hogy azt osztotta meg ennek kapcsán, hogy ő, hogy valahol akörül körvonalozódott az ő fejében, hogy ő majd ceremóniamester szeretne lenni, és, és hogy ő is szerkesztő, riporteri tanulmányokat folytatott, és hogy aztán végül ő nem a tévében, rádióban, vagy az újságban helyezkedett el, hanem aztán ugye egy egész más területen, de mégis műsorvezetőként, és én ennek apropóján behívtam őt, akkor már több mint tíz éve ceremóniamesterkedett, és megkérdeztem január elején a Vörösmarty Rádió stúdiójában, hogy milyen emlékei vannak, hogyan változott tíz év alatt a ceremóniamesterkedés, hogy ő pontosan ezt miért és hogyan kezdte el, és aztán a rádióbeszélgetés végén felmerült bennünk az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt megmutatni a tévénézőknek, mert hát ugye a rádión keresztül ez már nehezebb lenne, de a tévében viszont egy nagyon szép és színvonalas műsort szerettünk volna gyártani, hogy mi is az ő munkája, és hogy hogyan ö, vezetjük majd el az ifjú párokat az oltárig igazság szerint. Számodra a munka szempontjából, a szerkesztő riporterkedés, illetve itt inkább a szerkesztés szempontjából ez nehéz vagy könnyű feladat volt, mennyire áll közel hozzád mennyire áll közel hozzád ez a magazin műfaj? Ahogy ugye rólad is tudjuk, én is ilyen humán beállítottságú ember vagyok, és mindig jobban érdekelnek azok a témák, amik az emberekkel kapcsolatosak, akár gyerekekkel, de legyen szó a felnőttekről is, de egy kicsit, ami, ami olyan színesebb, vagy éppen szívhez szólóbb, és nem volt olyan egyszerű maga a szerkesztés, és, és az elején ezt egyébként nem is gondoltam volna, hogy, hogy nem ilyen egyszerű, Viszont aztán meg kellett valahol találni az aranyközép utat, hogy, hogy ne, ne is legyen olyan túlzottan nagyon sok ez a néző számára ez a színes vagy rózsaszín álomvilág, amit tulajdonképpen mi be akartunk mutatni, mert azért ez nem mindig egy rózsaszín álomvilág az esküvő megszervezése, mert ugye a műsor arról szól, hogy hogyan jutunk el az igenektől, a jegyességtől, a hiteles igenekig, és hogy ez nem mindig olyan egyszerű, és nem is mindig olyan egyszerű bemutatni képekkel sem, de, de, de mi arra törekedtünk, hogy minden adásban... Meg tudjuk mutatni a megható, a viccesebb részét minden egyes szegmensének, mert hogy ez egy ilyen tematikus műsor, van benne egy ifjú pár, aki, aki elmondja, hogy hogy készül a. A nagynapra, amit majd nyárra terveznek, ruhaszalonban is járunk, tortás, cukrász hölgy is lesz a vendégünk, úgyhogy igazából nem volt olyan egyszerű, meg nagyon, nagyon sok a téma benne, úgyhogy kicsit nehéz volt úgy ellavírozgatni benne olykor. Mennyire dolgoztál saját tapasztalatokból? Érdekes, hogy azt gondoltam, hogy majd mennyire sok tapasztalatot tudok hozni a magam esküvőjéből, vagy a mi nagy napunkból. Hát ez nem így volt. <laughs> hát ez nem így volt, mert, mert azért ezt így egészen más volt bemutatni, mint ahogy én azt akkor megéltem a mi nagy napunkat. Persze a ruhaszalon és egyéb ilyen apró, apróbb dolgok, ami, ami egyébként mindig kardinális kérdés szerintem a mennyasszonyok számára, a ruha, meg a smink és a haj, ezeket onnan merítettük, vagy merítettem, de a többiben mind a ceremónia mester segítette a munkámat inkább. A munka végeztével hogy érzed? Ugye azt mondják sokszor, hogy egy munkát vagy befejezni, lehet vagy pedig abba hagyni. Ti befe befejeztétek ezt a sorozatot úgymond, vagy abba hagytátok, mert egyszerűen volt a keret rá. Ugye januárban kezdtük a forgatást, az operatőr Seifer Tricsi volt egyébként, tőle nagyon sokat tanultam minden egyes adás leforgatása alkalmával, és egyébként én szerintem neki köszönhetem, hogy egy ilyen 8-9-10 nap alatt leforgattuk a 12 részt, ugye három hónapig lesz majd műsoron ez a magazin, heti egyszer, és, hogy, és én szerintem neki köszönhetem, hogy az a, az a dinamizmus, az a hozott tapasztalat, amit ő egyébként kereskedelmi tévéktől is hozott ide nekünk, hogy ez megadta azt a lökést, hogy, 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 hogy színvonal is legyen, ugyanakkor szépen, de mégis pörgősen meg tudjuk, talán ha mondhatjuk így csinálni ezeket az adásokat. Ugye itt a Fehérvár Televíziónál kollégák vagyunk, te sem csak magazinműsorral foglalkozol, Hol helyezkedik el a magazin a te palettádban, úgymond szakmai palettádban, melyek azok a műfajok, amelyekben még otthonosan mozogsz, mely az a műfaj, amelyeket a leginkább szereted, szeretnéd csinálni a televíziózáson belül? Hát a palettát szeretem egyébként. A Paletta magazinunk az nagyon jó, az, a, ugye a kultúra, azt egyébként nagyon szeretem, a már Paletta, ami egyébként a, a magazin gyártásán kívül nagyon érdekes, szerintem az a híradózás, és és abban megtalán az, hogy, hogy amikor első kézből közölhetsz dolgokat a nézővel, az szerintem nagyon jó, de a rádió is nagyon jó dolog, és és, és, és néha egy kicsit azt azért szeretem jobban, mert, mert ott ugye csak a hangunkat adjuk. Ott a hangoddal játszol, az érzéseidet eltakarhatod, ha éppen rosszabb napod van, vagy vagy például én egy gyász folyamatot is már megéltem úgy a Bajai Rádiónál, amikor ott dolgoztam korábban, amikor az apukám meghalt, hogy ott úgy mehettem be, ha lehet így mondani, dolgozni, hogy, hogy senki nem látta azt rajtam, ami, ami történt velünk, ugyanakkor a hangoddal meg tényleg meg tudtál játszani, mert, mert ott, ott nem látnak, és ott a hang a lényeg. Szerintem a rádiós szerkesztés az nagyon jó. Mind a hírek, mind a magazin. Nagyon nagy és átéléssel beszélsz a szakmádról. Kicsit menjünk vissza az időben. Mikor ötlött fel benned, ugye mutatod, hogy humán beállítottságú vagy, de mikor ötlött fel benned, hogy neked a televíziózással, illetve a rádiózással, kommunikáció médiával kell vagy kellene foglalkoznod? Nekünk, amikor gyerekként a nővéremmel megkaptuk az első számítógépünket karácsonyra. Nekünk az az egy akkora fantasztikus és hatalmas dolog volt, és amikor még a betácsázós internet is megérkezett, hát az meg aztán a, a sluszpoén, és akkor kezdtem el a, 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 híradókat nézni, ilyen gyerek szemmel, fejjel, akkor még csak ilyen 12-3 évesen, azt hiszem, és a mindenem volt az erős Antonia és a Szellő István, hát ugye mai napig etalonok, illetve hát kinek mi, de, de nekem ők, ők azok. Voltak, és a mai napig azok. És az anyukám egyszer arra jött haza a munkahelyéről, hogy ülök a gépnél, akkor már volt mikrofon is a géphez, fejhallgató, mindenféle felszerelés, és akkor arra jött haza, hogy én ott ö, készítettem egy ilyen kis rövid híradós videót, és akkor szinkronizálom a híradósoknak az napi tartalmát, és akkor az anyukám megkérdezte, hogy itt mi történik, hogy ez hogyan, és akkor és akkor teljesen el volt képedve. és akkor már jöttek az újabb mikrofonok, már karácsonyi ajándék, szülinapi ajándék, a mindenféle fülesek, az ilyen modern eszközök, olyan, a, a, valahol ott, talán ott fogalmazódott meg még, általános iskola végén. Tanultad egyébként a szakmát, vagy belecsöppentél? Hogy zajlott ez nálad, ez a folyamat? Igen, én akkor ott nagyon erősen el, elköteleződtem, azt hiszem az iránt, hogy valahogy erre feles fele szeretnék orientálódni, és akkor 2009-ben kerültem ide Fehérvárra a Kodolányi Főiskola, akkor még főiskola volt a neve, a kommunikáció média szakra, és akkor 2012-ben végeztünk, és akkor már a Vörös Rádiónál gyakornokoskodtam, akkor még a főiskola épületében volt a rádió, a Szabadságharcos utcában, és valahol akkor, akkor indult el, amikor megismertem a Romhányi Anikót, Virág nagyon nagy nevek a szakmában, nagy néva a szakmában, és, Somos ikreket is ott ismertem meg, a sportot imádom, ugye tudom, hogy te is szereted a sportot, focit. A foci az, az nagyon a minden volt, és akkor sportot szerkesztettem hírszerkesztőként, vagy hát a sportrészt, és valahogy ott indult el, és akkor utána egy kis bajai rádiós kitérő egy-két évig, és aztán jöttem ide a tévéhez. Jöttél ide, aztán egy kis időre el is tűntél, és ha már a Somos ikreket említetted, van kötődésed az ikrekhez. Kérlek mesélj. Már a Kérlek, mesélj a nézőknek arról, hogy hát milyen kötődésed van, és milyen ikrekhez. 2021-ben mentem el innen a tévétől, és ö, akkor vágtunk bele az, a második lombik sztoringba a férjemmel, és ö, sajnos természetes úton nem lehet egy gyermekünk. Aztán belevágtunk szerintem életünk legnagyobb kalandjába, az első lombikban, ami sajnos nem sikerült, az egy nagyon nagy törés volt az életünkben, és emlékszem arra, hogy akkor a, a munkába se tudtam úgy helyt állni, és igazából nem is tudtam összeszedni magamat, nem voltak itt a gondolataim, és aztán elérkezett az idő a második alkalomra, amikor ismét elkezdhettük a programot, a lombik programot, hát és akkor a két embriócskát kaptam vissza a beültetés napján. Nyilván ugye aki a Lombik programban részt vesz, az tudja, hogy ez főként nyilván ilyenkor esély növelés azoknál, az anyáknál, vagy apáknál, vagy leendő anyánál, apánál, hogy, hogy hát ő is szülővé válhasson. És mi bevállaltuk ezt a két embriót akkor és aznap, és talán mi se gondoltuk volna, hogy, hogy mindkét embrió megtapad, és aztán mind a kettejük megszülethet egészségesen. <laughs> most már ugye ők is nagyon, ha jól tudom, elmúltak két évesek, Igen. és visszajöttél dolgozni, hiszen Igen. most már itt vagy, és itt ülsz, és beszélgethetünk erről és erről az egészről. Hogy tudod összeegyeztetni az ikres anyuka és szülő a hivatásoddal, hiszen nagyon profi szinten űzöd mindkettőt, ha jól tudom. Hát ez nagyon kedves, de szerintem túlzol. <laughs> ha nem lenne a férjem a férjem, akkor nem tudnám. Akkor szerintem nem tudtam volna magát ezt a munkarendet sem vállalni, ami itt a tévénél működik. Úgyhogy igazából egészen egyszerűen egy mondattal neki köszönhetem. Hozza viszi a gyerekeket, ha kell a bölcsibe, ha betegek otthon van velük, ő is egyébként az a fajta apuka, mint amiről a korábbi adásban is beszélgettem már itt veled, hogy ti már ezek a mai modern apukák vagytok jó értelemben, hogy nagyon sokat levesztek a vállunkról, úgyhogy neki köszönhetem igazából, tényleg. Ezzel kapcsolatban még próbálok egy nehéz kérdést feltenni. Hazamész pihenni, vagy dolgozni, jössz pihenni? A rába heti kolléganőnk szokta pár évvel ezelőtt mondani, illetve most is mondja, csak én akkor hallottam tőle először, ugye négy gyermeke van a hettinek, a kolléganőnknek, hogy, hogy ő ide pihenni jár be, és ezt félig poénból mondta, félig komolyan. És én rájöttem, amikor visszajöttem novemberbe dolgozni ide a TVS 2023 ban hogy mennyire igaza van pihenni, <laughs> töltődni, de jó értelemben. Ha már a pihenést összekötöttük a munkával egy kicsit, ugye én is tudom most már szülőként, hogy az ember tényleg nem is, hogy pihenni jön a munkahelyére, de ki tud kapcsolódni Igen. a munkája, munkája a kapcsán, ki tud kapcsolódni a közben, hogy elkészít egy anyagot, akár elkészít egy beszélgetést. Mi a következő projekt, amihez hozzá fogsz fogni, akár lehet ugye magazinról is beszélni, vagy egy következő tényleg olyan feladat, ami, amit most kigondoltál, és előtted el, és úgy gondolod, hogy meg akarod valósítani, hogy ebben is kiteljes egy még jobban a munkafrontján? Nehéz kérdés egyébként, mert ezt mindig az adott nap pillanatai határozzák meg, ahogy ez az esküvős magazin is megvalósult, hogy sokszor így a semmiből jönnek az ötletek vagy a gondolatok, Hogyha kapacitás engedi, akkor bármit leforgatunk, a csillagos eget, De ami egyébként új projekt, vagy ha lehet így mondani, az a rádiónál, ami elindult most egy műsor, és az a címe, hogy Úton azon ismeret felé. és A Csabai Dorina Eszterrel, aki egyébként korábban a Fehérvár Médiacentrum munkatársa volt, vele készítünk egy minisorozatot, ahol bemutatjuk a meseterápiát, hogy milyen haszna van ennek, mi is a jelentőség, a gyerekekre, felnőttekre nézve egyaránt, hogy mi is a lényege a mesének. Úgyhogy most ez a projekt, meg van egy babás-mamás műsorunk, szintén a rádióban, ami, ami, ami nem sokára elindul, és ott pedig a, egészen a fogantatástól a kamaszkori mutatjuk be azokat a szakembereket, vagy anyukákat, természetgyógyászokat, akik, akik ehhez a témához hozzá tudnak szólni és segíteni tudnak a hallgatóknak. Ugye a szavaidból az derül hogy rengeteg érdekes témában vagy otthon, de melyik áll hozzád a legközelebb? Melyik az a téma, amire azt mondhatod, illetve amire azt mondhatod, hogy ebbe tényleg saját magadat is bele kell rakni, nem csak azt a háttér tudást, illetve szakmai tudást, ami ahhoz kell, hogy ez a bizonyos anyag beszélgetés elkészüljön, mm. hanem ez tényleg egy kicsit rend is, ha lehet így mondani. Talán amikor a gyerekekről van szó, az most nagyon, nagyon ilyen szívemhez nőtt téma, és ez a babás műsor a rádióban, a Cseperedő nevű műsorunk, amit Szabó Petrával készítünk közösen, talán az, mert ott, ott mindig el is mondtam a szakembereknek, már előre felvettük már a beszélgetéseket, és, és, ott minden interjú elején elmondtam nekik, vagy éppen a végén, hogy milyen jó, hogy jöttek, mert mindig valami újat tanultam, vagy hallottam, és nagyon sok dolgot haza tudok vinni a gyerekekre nézve, és akkor, és akkor ezt tulajdonképpen anyaként tudom kamatoztatni, úgyhogy talán most az, az ami ugye a legjobban a szívem csücske. Kedvezünk egy kicsit az apukáknak is, ugye beszélgetés elején említetted, hogy a sport érdekelt, nagyon a sport szerkesztőségben is dolgoztál itt a Fehérvár Televíziónál, emellett a foci a labdarúgás is érdekel, ez hogy jött nálad, hogy lehet érteni azt, és miért lehet azt mondani, hogy téged érdekel a labdarúgás a foci? Talán annak idején a Bozsik programokon indult el az a szerelem, hogyha az mond valamit, biztosan, és, és ott, ott, indult el ez a foci iránti vágy, és akkor ilyen iskolás csapatokkal indult az egész, aztán ezt kis pályára tettük, vagy hogy mondjam, bocsánat, kispadra inkább, hogyha őszinte akarok lenni, és aztán már csak aktív néző maradtam, és hát ilyen fehérvári szurkoló, de azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, hogy a, vidi, a videóton nekünk vidi videóton marad, és, és, akkor valahogy elkezdtem ezeket az nb 1 es meccseket is követni. És, és valahogy ez a csapat, nem csak azért, mert hogy közel is voltak Dékhez a szülőfalomhoz, és csak ide jutottam el a meccsekre, de hogy egyébként is egy nagyon szimpatikus vezetése volt úgy általában az én szememben nézve, az vezetőedzőket is tekintve, és, és maga úgy a csapat felépítése is, az úgy, az úgy mindig, mindig, a szívem csücske volt, úgyhogy aktív néző vagyok ma is, még amennyire tudom, de, de egyébként talán egyszer még a, a, pályára is. Ilyen magas sarkóba, hogy fel kéne mennem így rúgni a labdát. <laughs> Elméletben kötődsz csak inkább a sportokhoz, vagy a sporthoz, vagy a focihoz, vagy gyakorlatban is van olyan sportág, amit tűztél, vagy szívesen űznél? csak a foci volt, amihez ragaszkodtam nagyon-nagyon fizikálisan is, ugye most már csak tényleg aktív néző vagyok, de a gyerekek mellett most újra rúgom a bört egyébként az udvaron. Valamilyen csapatsportot próbáltál valamikor, vagy inkább az egyéni sportokhoz vonzódsz? Foci mellett mi van még, amit úgymond szívesen kipróbáltál, vagy esetleg kipróbáltál, vagy esetleg kipróbálnál, hogyha megtehetnél ugye a gyerekek mellett, illetve voltak-e olyan élményei tényleg, ami megfogott egy, egy másik sportban a focin kívül is? Fő, érdekes. Talán a jégkori. Az nagyon, ezek a jeges, jeges, dolgok, ezek olyan vonzók, és most szerintem a Bauer Tibi szeme felcsillant az adás lebonyolításnál ott kint. Ugye a hoki meccsek kapcsán az ő neve ismerős lehet a nézők számára. Talán ezek a jeges sportok, ezek olyan érdekesek. Azért jégen tehát szárazföld helyett, ugye van száraz edzésük is nyilván nekik is, de hogy amikor ugye a jégre felpattannak, és ott, ott szerintem, amikor bárki bármit művel a jégen, és az még, és az még látványos is, meg sikeres, és hú, az szerintem tök jó, az nagyon menő. Hú, meg amikor felveszik a korcsóját. Hát az, az ami egészen elképesztő, így női szemmel is, hát ugye a csajok ott olyan gyönyörű ruhákat öltenek magukra, hogy öröm nézni. Hát ugye neked majd a fiúkra kell valamilyen ruhát ölteni, nyilván az első lépést a sportvilágába a szülők tehetik meg a gyerekekkel együtt. Lesz-e valamilyen olyan sportág, ugye a kisgyerekeknek nagyon fontos a mozgás, de lesz -e valami olyan sportág, ami felé tendelni akarod majd a srácokat, illetve mozgásra akarod bírni őket, illetve látszik-e az, hogy már most valamelyik sportág irányába húznak, még ha csak ugye alig múltak el két évesek is? Hát lehet, hogy nem kell annyira rábírnom őket, mert most is olyan aktíva, főleg az egyikük. De talán a, a, a labdás játékok azok most látom, hogy nagyon menők náluk. Két kis pasi, és, és most már rúgják úgy a labdát bent és kint, meg, meg olyanokat dobnak, na dobni sose tudtam hogy a tornaóra dob, úristen, annyira béna voltam mindig, de tényleg én, én ha dobni kellene, egy, egy, kuka itt lenne, és egy ilyen kis papírgalacsint bele kéne dobni, nem tudnám. De a gyerekek annyira ügyesen dobnak. Lehet azért is, mert hogy fiúk, és általában tipasik azért szerintem sportosabbak vagytok, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy a sport talán könnyedebben megy nektek, de hogy ők, ők már jobban dobnak meg, rúgnak nálam egyébként szerintem. Hát reny, legyen úgy, ahogy ők szeretnék, illetve hogy ti szeretnétek, de mindenképpen mozogjanak valamit, hiszen nagyon fontos a gyerekek fejlődése érdekében is, és talán a szülőket is egy kicsit kimozdítja, hogyha elkísérhetik őket a különböző sportpályákra. Napestig tudnánk még beszélgetni, de most Tud. ennyi fért az adás időbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, is, megtiszteltad a műsort, és engem is. Köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk továbbra is itt a Fehérvár televízióban. sorszám termék megjelenítés tartalmazott